Üdvözlök, ismétten. Mindenkit? Ismételt. Halató vagyok. És ez fel lesz rakva ez a lubuntus. Rendszer! Vajon ezek a fedorák, meg a CentOS nem jó lett? Kétlen vagyok erre a rászoktatott rendszerre! Itt van ez a... meghajtó! Tényleg, hogy telepítés ez a Ubuntu install! És itt a videóban is mondtam, hogy lebírjátok regisztrálni magatokat. És kapjátok tovább a frissítéseket, és ki fog derülni az, hogy az a CentOS itt állított át a rendszeren, megmaradt egyáltalán a Microsoftos Windows 10-es, vagy pedig nem letörlődött. Nagy színességgel akadozni fog a videókamera, aki utána nézni, hogy miért is akadozik, és ha nem tudsz saját eszleg utána nézni, akkor te bírsz fizetni ilyen supportot, egy számítógépre $160 kerül egy évre. És megmondják, hogy miért is van ez így. Miért nincsen? És ilyen nagyon munkás volt ez a videónak a kezdése, ahol lehet, úgy kell a másikat megszenni. Nem olyan oktatásban, ahol vagyok. Voltam jó sokáig. Javarészt nem voltak ilyesmi. Hosszad magadat jól meg. Nyugodjál bele. Akkor függően. Mit is gondolnak, meg miket nem. Vagy túlságosan régi volt a kernel 3. Pontos egy kettes volt, jóval régebbi volt. Úgysem fogják soha kiadni a fizetős kerneleket, meg a patcheket, meg a driverokat ingyen. Azokat egy adott cégnek le vannak tesztelve, amit megvesznek. Megfizetik, és az övéké fog maradni, le van védve. Választom a... most lehetok rajta. Más, mint a... angol nyelvet! Tovább fog tartani. Jó, alacodik, hogy DVD-re rá lett írva ez a verzió. Direkt lett ráírva, megmondom miért, azért mert nem módosítsa az Unetbutin meg a Rufus. Egyszer mindegyik már az újabbak már UEFI módba akar mindent átírni, így sírhatnak a fájlok rajta, hibák lehetnek, ez simán ki lett írva egy DVD-re. Csak egy DVD-be olvasó kell hozzá, és már lehet feltelepíteni. És itt van! Egyáltalán rajta maradt a Windows 10-es, vagy a CentOS letörölte. Néz ki, hogy rajta maradt.
hozott magának létre a CentOS egy 53 gigásat, meg egy swappet is. Szépen le fogom trülgátni rajta. Formátoltatom. Nézd ki, hogy ez mostan így nem fog annyira menni. Rosszul lett elindítva, és csak kellett volna ez a G partet, és akkor ott egy kicsikét a merev lemezeket visszaállítani. Nem vagyok. És kikapcsolni. És akkor amúgy lesz rá telepítve a rendszer. És a figyelmeteket, szavasszok!